Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Megismételt választás Szekszárdon. Ugyanott kell majd szavazni, ahol október 13-án. Testvérmegyei megállapodás. Egy éve működik együtt Hargita és Tolna megye. Nemzetiségi óvónőképzés. Magasabb színvonalú oktatás a cél. Közeleg az influenza szezon. Már elérhetőek az ingyenes védőoltások a házi orvosoknál. A Tolnatej Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nem lehet átjelentkezéssel voksolni vasárnap Szekszárdon, abban a két választókerületben, ahol megismétlik az önkormányzati képviselőválasztást. Azok viszont, akik már október 13-án is az érintett utcában laktak, és azóta töltötték be a 18. életévüket, szavazhatnak majd. Szavazni ugyanott kell majd mindenkinek, ahol korábban tette. A megismételt választáson ugyanazok a jelöltek indulnak, akik október 13-án is. Átjelentkezéssel nem lehet szavazati jogot szerezni a vasárnap Szekszárd két választókerületében megismételt voksolásra. Azok viszont az urnák elé járulhatnak majd, akik a 2-es vagy a 8-as szavazókörben laktak már október 13-án is, azóta viszont betöltötték a 18. életévüket. Ugyanez a helyzet azokkal is, akik korábbi büntetés vagy gondnokság aláhelyezés miatt voltak eltiltva a szavazástól, de időközben az eltiltásuk lejárt. Vannak, akik azt gondolják, hogy a megismételt választáskor a Városházán tudnak majd szavazni, ezt mondja a Szekszárd jegyzője. Ez viszont nem így lesz, voksolni ugyanott kell mindenkinek, ahol tette azt október 13-án is. A 2-es választókerületben összesen 3 szavazókör van, a 4-es, a 11-es és a 12-es, ezek a Zrínyi iskolában, a Gyakorló iskolában, illetve az Adi szakközépiskola és kollégium épületében vannak. A 8-as egyéni választókerülethez összesen 4 szavazókör tartozik, ezek közül a 25-ös a Wunderland óvodában működik, a 27-es, 29-es és a 30-as pedig a DNS Valéria általános iskolába. A voksolás lebonyolítása nem változik, ugyanúgy reggel 6 és este 7 óra között lehet szavazni. Azoknak pedig, akik mozgóurnát igényeltek már az október 13-ai választásra, most ezt nem kellett újra megtenniük. Továbbra is ők fönt vannak ezen a névjegyzéken, és ők várhatják a mozgóurnás párokat. De egyébként természetesen új mozgóurnás kérelem is benyújtható, hiszen életszerűen az időközben eltelt időszakban is történhetett olyan esemény, ami miatt valaki jogosult erre a mozgóurnázással történő szavazásra. Erre a választás napján délig van lehetőség, a kérelmeket az érintett szavazatszámláló bizottságokhoz kell benyújtani. A szavazólapokon egyébként ugyanazok a jelöltek szerepelnek majd, akik október 13-án. Egy éve működik együtt Hargita és Tolna megye gazdaság, oktatás és kultúra terén. 2018. szeptemberében írták alá a testvérmegyei megállapodást. Ezen programok megvalósításához a kormányzat is támogatást nyújt. Több mint 250 millió forintra lehet majd pályázni, jelentette ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a testvérmegyei együttműködés lehetőségeiről szóló konferencián Szekszárdon. A nemzetpolitikai államtitkárság most már egy-két évvel a testvérkeletkezési kapcsolatrendszer támogatásánál a megyéket is támogatja, éppen egyébként a Tolna megyei példa miatt. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt egy konferencián, hogy Hargita és Tolna testvérmegyei megállapodására többek között azért volt szükség, mert sok székely ember él Tolna megyében. Ez a testvérmegyei kapcsolatrendszer személyes barátságokon keresztül alakult ki, illetve az emberek ismerettségén, rokoni kapcsolatokon keresztül, mert Tolna megye lakosságának egy jelentős része erdélyi, illetve bukovinai székely. A nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta Orbán Attila, a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke. Tudatosan fogom kerülni majd a köszöntőmbe a vendégszót, mert nem vendégekként tekintünk rájuk, és nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk azt, hogy testvérek vagyunk, mi összetartozunk, és hát kerüljük az olyan fogalmakat is, hogy határon innen és határon túl, mert bizonyos értelemben mi egy nemzet és egy nép vagyunk.
Idén tavasszal Hargita megyében rendezték meg a két megye közötti első együttműködési konferenciát. Az akkor megbeszélt projektek folytatásában bízik Kolozsvári Tibor, a Hargita megyei önkormányzat megyei tanácsosa. Reméljük, minden okunk megvan rá bízni abba, hogy az eddig elkezdett projektek sikeresen tovább fognak menni. Az élet minden területén kiemelt fontossága van számunkra a szakoktatásnak, a gyermekek képzésének, a egy sport hasonlattal élve az utánpótlás biztosításának. Az együttműködés során közel 100 ezer diák vett részt a Határtalanul programban. Ennek keretében magyar tanulók állami támogatással osztálykiránduláson ismerkedtek meg a szomszédos országok magyar lakta területein élőkkel. A testvérmegyei programok megvalósításához a kormányzat is támogatást nyújt. Több mint 250 millió forintra lehet majd pályázni a testvértelepülési programok megvalósítására. Át kell értékelni a magyar oktatás ügyben a nyelvi képzéseket, mert ezek nem a kommunikációra teszik a hangsúlyt, mondta Réter Imre, a Magyar Országgyűlés német nemzetiségi képviselője azon a szekszárdi konferencián, ahol az oktatás időszerű kérdéseire keresték a választ. A képviselő azt mondta, olyan rendszert sikerült kidolgozni, mely biztosítja a nemzetiségi nyelvtanárok anyagi megbecsülését. A német nemzetiségi oktatás időszerű kérdéseire keresték a választ a nemzetiségi OVI ügyek címet viselő konferencián. Ritter Imre, a Magyar Országgyűlés német képviselője azt mondta, olyan változások és szabályzók kerültek bevezetésre, melyek garantálják a magas színvonalú pedagógiai munkát. A program három lábon áll, mondja Ritter Imre, része ennek a bérek rendezése, a pedagógus képzés színvonalának emelése és a képző intézmények anyagi támogatása is. Óvónőknél több mint 40%, a tanító tanároknál nem is tudjuk pontosan, hogy hányan hiányoznak. Erre most lesz egy országos felmérés. A jövőben jelentős változás várható, mutatja ezt a most felsőoktatásba kerülő pedagógusok száma is, mondja Ritter Imre. Emellett fontos olyan módszerek bevezetése is, mely valóban használható nyelvtudást ad a gyerekek kezébe. Alapvető problémája, hogy elsősorban a grammatikára, a nyelvtanra összpontosít, és nem segíti, nem neveli rá a gyerekeket arra, hogy a nyelv az a kommunikáció eszköze. Nagyon sok olyan ismerősöm van, de szerintem mindenkinek a saját ismeretségi körébe, aki még akár rendelkezik is egy középfokú nyelvvizsgával, de nem mer megszólalni gyakorlatilag. Tehát én azt gondolom, hogy egy abszolút váltás kell a magyar nyelvoktatásban. A jelentős anyagi támogatás évi 750 ezer forint az egyetemi tanulmányok alatt, és évi 1 millió forint nemzetiségi pótlék meggondolásra készteti majd a jövő pedagógusait a tekintetben, hogy érdemes-e hosszú távon a pályán maradni. Fejtette ki reményeit a parlament német nemzetiségi képviselője. A tavalyi 41 ezer forint helyett idén már átlagosan 48.400 forintot tervezünk költeni az ajándékokra összesen, ami több mint 20 ezer forinttal haladja meg a 4 évvel ezelőtti keretet, derül ki egy friss kutatásból. A hazai internetező felnőtt lakosság körében végzett felmérés szerint idén átlagosan 8 ember megajándékozását tervezik a karácsonyra készülődők. A magyar netezők 80%-a ezúttal is tervez belföldi webáruházból rendelni, de 18%-uk a külföldi rendelés lehetőségét sem veti el, átlagosan 14 ezer forintot számva erre. A hagyományos beszerzési módot választók 54%-a bevásárlóközpontokban, 29%-a szaküzletekben, illetve boltokban vesz ajándékokat. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a kormány nem tervezi a kisadózó vállalkozók tételes adójának, rövidítve a katának drágítását. Ugyanakkor az adóhivatal fokozottabb ellenőrzésbe kezd a tisztességes vállalkozók védelme érdekében, olvasható a pénzügyminisztérium közleményében. A kormány azért vezette be az alacsony adójú kisadózó vállalkozások tételes adóját 2013-ban, hogy a kisebb vállalkozásokat segítse. Az ágazati szereplők észrevételei szerint egyes nagyobb cégek kijátsszák a szabályokat, és visszaélésszerűen alkalmazzák a katát, vállalkozói státuszba kényszerítve az alkalmazottaikat. Ez hátrányt okoz a munkavállalóknak, ugyanis kisebb ellátásra szereznek jogosultságot, míg az őket illegálisan katásként alkalmazó nagyvállalat torzítja a piaci versenyt, és sérti a tisztességes szereplők érdekeit is.
Pécsen találkoztak a nukleáris szakemberek a 13. Nemzetközi Nyilvános Fórum párbeszéd és kiállításon. Első alkalommal került megrendezésre az Atomeko rendezvény Oroszországon kívül, amelyen a magyar szakemberek és társulások is képviseltették magukat. A helyszínválasztás nem véletlen, a régió bekapcsolásában bízik a paksi beruházás. A fórum, amelyen a párbeszéd és a társadalmi elfogadottság kiemelt figyelmet kapott, lehetőséget nyújtott a kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére. A konferencián kiállító cégek között mutatkozott be a Paks 2 ZRT új standja, amely előtt Süli János beszámolta a paksi beruházás főbb állomásairól, és kiemelte az alapos munka jelentőségét. Ez egy atomerőművet nem lehet kétszer megépíteni, csak egyszer, de akkor jó kell megépíteni. Hogy idén elérkeztünk egy fontos mérföldkőhöz, hogy szeptember 30-án az orosz fél átadta számunkra a műszaki tervet. A megnyitót követően a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás újította meg együttműködési szerződését az orosz társszervezettel, folytatva ezzel a kölcsönös párbeszédet és tapasztalatcserét. A Baranyai megyeszékhelyen a Teit alelnöke kapott felkérést a társulás bemutatására. A mi esetünkben arra volt a felkérés, hogy olyan előadást tartsunk az ideérkező kinti társadalmi szervezet tagjainak, hogy a mindennapjainkban tudjanak betekintést nyerni. Továbbá Gerjen polgármestere tartott beszédet arról, hogy 2030-ra milyen jövő várhat településükre. Az elmúlt 5 éves fejlesztések megalapozták azt, hogy a következő 10 évben Gerjen egy dinamikusan fejlődő település legyen, ahol azt gondolom, hogy tényleg jó otthon lenni, és mindenki meg tudja találni a számításait a közeljövőben. A Rosszatom fórumán faültetéssel szimbolizálták az orosz atomerőművek körüli települések vezetői, energetikai szakemberei, a paksi beruházás képviselői és a Teit társulás tagjai, hogy az atomerőművek környezetbarát módon biztosítják a tiszta energiatermelést. A magyar háztartások 68%-a nincs tisztában az otthoni háztartási gépek energiafogyasztásával. A lakások fűtési rendszere nagyrészt elavult, a megújításhoz sürgős állami szerepvállalásra lenne szükség, hangzott el a szakmai konferencián Budapesten. A magyarországi háztartásokban működő gázkészülékek a környező országokhoz képest a legkorosabbak, átlag életkoruk 16-18 év, s több mint 1,5 millió régi, elavult gázkészülék, például állókazán és vízmelegítő működik a lakásokban. Ha ezeket például új kondenzációs készülékre, villanyboilerre cserélnék, a havi gázszámlán akár 20-30%-at is megspórolhatnának az emberek. December végén, január elején érhet Magyarországra az influenza járvány, ezért érdemes most beadatni a védőoltást, ezt javasolják a házi orvosok. A jövő hét végén már a patikákban lesz az influenza elleni oltóanyag, a rizikócsoportba tartozók és a 60 év felettiek számára az 1,3 millió adag ingyenes vakcina már elérhető a házi orvosoknál. Megérkezett a házi orvosokhoz az a mintegy 1,3 millió adag vakcina, ami a rizikócsoportba tartozók és a 60 év felettiek számára ingyenes. Ahogy a patikákban is lesz influenza elleni oltóanyag várhatóan a jövő hét végére. Egyelőre nincs influenza járvány, és 5 héten belül nem is kell erre számítani a szakemberek szerint. Az orvosi rendelőkbe kevesen érkeztek a betegségre jellemző tünetekkel, vagyis magas lázzal, végtagfájdalommal, orrfolyással, köhögéssel. Ennek ellenére a védőoltásokat már el lehet kezdeni beszerezni és beoltatni magunkat, mert idő kell ahhoz, hogy kialakuljon a védettség. Mi azt javasoljuk, hogy mostantól fogva célszerű jó egy hónapot erre gondolkodni célszerűségből, mert a nagy járványok azok általában december vége fele, illetve a januári-februári időszakban jelentkeznek. Ebbe a szekszárdi házi orvosi rendelőbe 150-200 adag védőoltás áll rendelkezésre. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ennyien kérik az ingyenes vakcinát, ők zömében az idősebb korosztály tagjai, de az elmúlt időszakban a fiatalabbak is megjelentek. Nekik egy vénkiváltását követően tudják beadni az oltást. Megkaptuk az oltóanyagot, úgyhogy el is kezdtük mi már az oltást, a héten. Jelenleg azért még tömegek nem jöttek, hiszen az információ még csak most jut el a lakossághoz, hogy lehet jönni. Úgy vettük észre, hogy az elmúlt évek tendenciáját figyelembe véve nagyjából állandó az a létszám, aki jelentkezik. Nyilván van lemorzsolódás, de mindig jönnek újak is. Ingyenes védőoltást kaphatnak a várandós kismamák, cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a vele született vagy betegség kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedők.
Az orvosok felhívják a figyelmet, nem maga az influenza fertőzés a kihívás a szervezetnek, hanem az alapbetegség súlyos romlása, amit a fertőzés okoz. Ezért ajánlják a kockázati csoportba tartozóknak az ingyenes oltást. Tavaly az 1,3 millió ingyenes oltóanyagnak mindössze 60%-a fogyott el. Két intézmény működtetését is önkormányzati társulási formában oldják meg Bátaszéken. Az óvoda és szociális gondnokság is a városon kívül több település igényét is kiszolgálja. A társulási tanácsok a választások után újjáalakultak, mindkét testületet a jövőben Bozsolik Róbert, a város polgármestere vezeti. Elmondta, Bátaszék térségi szerepvállalása, hogy az ellátásban segíti a környező kis településeket. A társaságon belül ezen települések önkormányzataival közösen biztosítjuk azokat a forrásokat, ami az intézmény működéséhez szükséges. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy egy magasabb szakmai színvonalon tudjuk ezt a feladatot ellátni az érintett településeken, és a gazdasági szempontból is előnyösebb a települések számára. Ez valóban erősíti a városunk mikrotérségi szerepét. Az ultrafutók nagy álma világszerte, hogy teljesítsék az Athén és Spárta között rendkívüli körülmények között zajló 266 kilométeres ösztávú spártatlont. Ez vezérelte a szekszárdi Taksonyi Szilárdot is, aki néhány évvel ezelőtt futni, triatlonozni kezdett egyre nagyobb távokon. A maraton után belevágott az ultramaratoni futótávokba, és az idén Szekszárd-Baja között zajló 160 kilométeres táv teljesítése olyan jól sikerült neki, hogy megszerezte a jogot a spártatlonon való részvételre. Ez szintén elsőre sikerült neki, ami másoknak sok esetben több próbálkozás után sem. Taksonyi Szilárd egyébként az előkelőnek mondható 77. helyen végzett a spártatlonon. Amikor beérkeztem, ez világos nappal értem be, ugye, mivel azért egy éjszaka után, még másnap délután 4 óra körül értem be a célba, ez már eléggé megviselt, ugye még egyszer a nagy meleget végig küzdeni, de a nagy görög drukkolótábor az körülöttem, illetve a sok magyar, aki ott volt helyszínen, illetve a barátaim is elkísért, 5 barátom, illetve hát a két kísérőm, akik mindent megtettek azért, hogy én tudjam ezt teljesíteni, akiknek most is hálás vagyok, mert nagyjából nélkülük ez jelen pillanat úgy képzelem, hogy nem lett volna. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Pénz, de honnan? Még van lehetőség indulni uniós pályázatokon. Autószerelés, diagnosztika, beállítások és kérdések. Vizsgáznak az autószerelő mesterjelöltek. Több mint 5000 látogató Pécsett és környékén. Lezárult a Kalandor program. Lezárul 2020-ban az Európai Unió 7 éves pénzügyi ciklusa. Új költségvetést alkot a közösség, amely 2021-től határozza meg azokat a célokat, amik mentén finanszírozzák az egyes tagállamok elképzeléseit. 2019-ben még lehet pályázni az EU most futó támogatásaira. A lehetőségekről tartott tájékoztatót a Piac és Profit gazdasági szaklap egy pécsi rócson. Mi arról beszéltünk a résztvevőknek, hogy milyen pályázatok vannak nyitva, ezeket hogyan lehet elérni, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy valaki egyáltalán versenyképes legyen. Az európai pénzekhez való hozzáférést, illetőleg a pályázatok bemutatását kiegészítettük magyarországi forrásokkal. Tehát ugye az európai pénzek azok úgy vannak, hogy ki kell, a kormány kiegészíti állami forrásokkal, ez néhány százalékostól egészen magas százalékig lehet, de a lényege az, hogy erről is szólunk. Tehát teljes egészében a pályázatok útján elérhető forrásokat bemutatjuk. De nem csak ezeket. Szólunk arról is, hogy egy cég hogyan tud versenyképesen gazdálkodni. Elkezdték a mestervizsga gyakorlati részét az autószerelők Pécsett. Idén 16 szakember gondolta úgy, hogy oklevelet szerez. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében és az 500-as Angster József szakképzőiskola segítségével az első napon autódiagnosztikai és szerelési feladatokat kaptak a jelöltek. Az autó lámpáinak beállítását kell elvégeznie a mesterjelöltnek ebben a feladatban. Nagy Mihály a Tükebusztól érkezett a mestervizsga tanfolyamra. Örömmel látom, hogy örömmel vállaltam ezt a megmérettetést. Személyautókkal én keveset foglalkoztam a szakmai munkásságom során, autóbuszokkal, tehát járatos buszokkal foglalkozunk,
de igyekeztem azért a lemaradásomat etéren is felhozni. Bízom benne, hogy a vizsgán is sikerül a céget méltóképpen képviselni. A háromnapos gyakorlati vizsga csütörtökön kezdődött az Angster József szakképzőiskola tanműhelyében. Nagyon komoly feladatok előtt állnak a falvevőek, itt komoly szerelési munkát kell, és elég mélyrehajtott diagnosztikából is vizsgázniuk kell, hogy lássuk és megtapasztaljuk azt, hogy tényleg a tudásuk azon a szinten van, hogy a Beste címet kiérdemeljék. A szakmában nagyon sok komoly segítséget ad a Pécs-Baranyai Kamara, aki ezt az egész komplex vizsgáztatás lehetőséget elindítja, szervezést, a jelentkezőket elindítja azon az úton, hogy ebből eredményes vizsga lehessen. A vizsgabizottság elnöke azt mondja, egyre több autószerelő jelentkezik azért, mert a mestercím megszerzése rangot jelent a szakembereknek. Ráadásul a tanulók gyakorlati oktatását a szabályozás alapján már csak mesteroklevele szakemberek végezhetik. A novemberi mestervizsgán 16 jelölt ad számot tudásáról. Az adóhivatalnál nem csak személyesen lehet ügyeket intézni, hanem akár telefonon keresztül is. Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense elmondta, van lehetőség tájékoztatás kérésére, valamint konkrét ügyintézésre is. Ehhez regisztrálni kell, melyet kétféleképpen tehetnek meg az adózók. Egy ügyfélazonosító számmal, ami az adóhatóságtól igényelhető, valamint egy részleges kódú telefonos azonosítóval, melyet a kormányablakokban kérhet az ügyfél. Ezután vehető igénybe a NAV telefonos ügyintézési lehetősége, ugyanis ezen kódok valamelyikével azonosíthatják magukat az adózók. Abban az esetben, hogyha esetleg nem saját ügyünkben járunk el, tehát meghatalmazás alapján, akkor a meghatalmazónak az adóazonosítóját vagy adószámát is meg kell adni. Hogyha ez megtörtént, akkor a telefon nyomógombjainak a segítségével ki tudjuk választani azt az ügyet, amelyben ügyet szeretnénk intézni. Ami fontos, hogy ezek a beszélgetések rögzítésre kerülnek, és 90 napon belül az adózó ezeket vissza tudja hallgatni. Az fontos, hogy rendelkezzen az ügyiratszámmal, amelyet az ügyintézés során meg fognak neki adni a kollégák. Több mint 5000-en látogattak el Pécs valamely látnivalójához az elmúlt szezonban, derült ki a Kalandor program záró eseményén. A program kedvezményes belépést biztosított az érdeklődőknek számos pécsi szabadidős tevékenységhez. A záró rendezvényen elhangzott, továbbra is folytatják az akciót. Cél, hogy minél több látogatónak biztosítsanak tartalmas kikapcsolódást kedvezményesen. Ilyen kuponokkal látogathattak kedvezményesen pécsi látnivalókat helybeliek és turisták. Az akció a Pécsi Kalandor elnevezésű program keretein belül zajlott, mely immár 3 éve tart. A Pécsi Állatkert együttműködésben a Zsolnai Kulturális Negyeddel és más partnerekkel hirdette meg ezt a lehetőséget. Több mint 2000-en vettek részt itt, tehát ennyi kupont váltottak be, ami azt jelenti, hogy nagyjából 5000 látogató fölött volt azoknak a száma, akik az akció keretében tudtak részesülni a Pécs által biztosított, illetve Pécs környék által biztosított különböző szabadidős tevékenységekből. A program célja, hogy minél több látogatónak biztosítsanak tartalmas kikapcsolódást kedvezményesen. A Zsolnai Kulturális Negyedben főként családosok érkeztek ilyen kuponnal. Mint azt Vágvölgyi Réka elmondta, az elmúlt szezonban megduplázódott a negyedben értékesített családi jegycsomagok száma, melyben a Kalandor program is nagy szerepet játszott. Tudni kell erről a jegycsomagról azt is, hogy tulajdonképpen ebben minden látnivaló benne van, ami a Zsolnai Kultest negyedben látható és tapasztalható. Több napig érvényes, a családok nagyon szeretik ennek a rugalmasságát, hiszen ha egyik nap nem fér bele, hogy mindent végignézzenek, vagy elfáradnak a gyerekek, közben mennek a játszótérre, holnap ismét visszajönnek. A kupont használók részt vettek egy sorsoláson is, melynek fődíja egy 3 fő részére szóló 3 napos wellness hétvége. A szerencsés nyertes nevét a program záró eseményén húzták ki. Vajda József, ővele fogjuk felvenni a kapcsolatot, ő a Zsolnai negyedbe látogatott el. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Megismételt választás Szekszárdon. Ugyanott kell majd szavazni, ahol október 13-án. Testvérmegyei megállapodás. Egy éve működik együtt Hargita és Tolna megye. Nemzetiségi óvónőképzés. Magasabb színvonalú oktatás a cél. Közeleg az influenza szezon. Már elérhetőek az ingyenes védőoltások a házi orvosoknál. Szombaton borongós időre és alkalmanként esőre számíthatunk, hűvös lesz. Vasárnap kezdetben még előfordulhat eső, később csökken a felhőzet.
Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!